Sziasztok! Karácsony előtt elugrottunk Krakkóba egy gyors utazásra, és úgy gondoltuk, érdekes lenne megnézni, milyenek jelenleg az ottani árak. Megérheti esetleg egy ilyen út során inkább ott bevásárolni, és lehetséges-e akár visszahozni ezzel valamennyit az úti költségből. Előjáróban annyit, hogy ebben a videóban rengeteg boltjárat fogtok látni. Az ott létünkkor egy lengyel zlotyért 86,5 forintot kellett adni, így a látott árakat ezzel tudjátok majd beszorozni. Egy előnye biztos, hogy van annak, hogy eljöttünk idáig karácsonyi vásározni, az pedig az, hogy szakad a hó. Tehát, hogy térdig hóban járunk egész idő alatt, úgyhogy ez már önmagában nagyon hangulatos és fantasztikus. De hát akkor vágjunk neki a városnak. Nézzünk körül, járjuk a boltokat, aztán benézzünk persze a karácsonyi vásárra is. Több lett a hó? Sokkal több. Tegnap óta. Valahol ott van a kocsi a hó alatt. Felvegyem a produkciót, vagy... Vagy segíts? Vagy segíts? Ez a kérdés? Ez a két választás. Értem, hát... ahogy jónak látod, lelkiismereted szerint. Jó, akkor menjünk annyiba, hogy megnézem az első kört, és utána segítek, jó? Miután én már nyakig havas vagyok, és beleestem. Úristen. Igen, az a baj, hogyha kinyitjuk, akkor ez be fog esni. És kell? Neked? Rájöttem, hogy a tetszik. Ja, most semmi igaz. Mielőtt bemegyünk a városba, egy kicsit fontos megértenénk azt, hogy milyen összetevői vannak annak, hogy itt vajon hogy állnak az árak. Elsősorban az élelmiszer és az egyéb ilyen napi szükségleti cikkek árai. Ugye jelenleg a lengyel kormány az áfa eltörlésével igyekszik csökkenteni az inflációt, és ez azért is jó valamennyire, mert így tudnak az árak a piaccal együtt mozogni, míg a piaci szereplők nem látják ennek igazán kárát, tehát hogy a kínálati oldalon nem fogják visszafogni a kínálatot, tehát nem fognak kevesebb terméket hozni az országba, és a keresleti oldalon valószínűleg kevésbé lesznek óvatosak a vásárlók, tehát nem lesz az, hogy a drága árak miatt egyszer csak kevesebbet vásárolnak majd a fogyasztók. Ez valamennyire működni látszik, és ezért novemberben meg is hosszabbították ezt a alapvető élelmiszereken, hogy 0% legyen az áfa. De ahhoz, hogy az országban alacsonyabbak legyenek az árak, bőven nem elég csak az áfának alacsonyabbnak lennie, hiszen tudjuk, hogy Magyarország kiemelkedő az áfa mértékében, tehát hogy szinte bárhol a világon alacsonyabb az áfa, mint nálunk. Ettől függetlenül nagyon sok országban nem olcsóbbak a termékek, mint nálunk, mert a termékek árát nem csak az határozza meg, hogy mekkora az adott országban az áfa, hanem az is például, hogy az adott termék milyen erőforrások és milyen emberi fizetések árán kerül a boltok polcaira. Tehát például Svájcban alacsonyabb az áfa, mint Magyarországon, viszont az emberek bére jóval magasabb, azoké az embereké, akik odahozzák azt, kipakolják azt és eladják neked. Így a Svájcban nagyjából minden drágább, mint nálunk. Lengyelország kb. Hasonló kategóriába esik, mint mi egyébként ilyen szempontból, tehát a fizetések hasonló kategóriában mozognak, mint nálunk. Továbbá az árakat befolyásolja az is, amit az elmúlt másfél évben láttunk, hogy a valuták egymáshoz képest mozognak. Például a dollár erősödött az euróhoz képest, ellenben a forint gyengült az euróhoz képest. És ugyanezek a folyamatok lejátszódnak minden egyes országban, ahol az Európai Unión belül nem euróval fizetnek. Ezért is törekednek az unió tagjai bevezetni az eurót, mert akkor ez már nincs hatással a boltok áraira például. Ugye mondhatnánk azt, hogy kit érdek az euró, hiszen mi forinttal fizetünk országon belül, csak hogy ugye az országba kerülő áruk egy részét, ahhoz, hogy a magyar polcokon legyen, előtte a kereskedő euróban fizette ki, tehát nagyban meghatározza az árakat az, hogy a forint hogy áll az euróhoz képest, és egyébként az unióba is más pénznemekkel kifizetett termékek érkezhetnek, tehát azokat a gyengülő euróval fizették ki például, dollárban. Így a különböző valuták különbségei a boltok polcain is megjelennek, áremelkedés formájában ilyen esetben. Ez pedig nincs másképp Lengyelországban sem, bár egyébként a lengyel zlotty is hasonlóképpen gyengült az euróhoz képest, mint a forint, azért kevésbé, mint a mi pénzünk. Így elképzelhető, hogy ez megette egy kicsit a magyar és a lengyel árkülönbségeket, amiket mondjuk 2-3 éve még tapasztalhatunk, lehet, hogy most már ez nem lesz így. Ugyanakkor a élelmiszer árak inflációja nálunk jóval magasabb, mint Lengyelországban, szóval elképzelhető, hogy viszont az élelmiszerek azok itt alacsonyak, illetve a 0%-os áfa is befolyásolhatja ezt. Úgyhogy amit láthatjátok, borzasztó komplex és bonyolult, és még igazából csak érintőlegesen mondtam erről bármit, tehát hogy erről iszonyat hosszan lehetne beszélni, hogy mi befolyásolja ezeket az árakat, de azt hiszem, hogy ennyiből is látható, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, úgyhogy igazából matekozás helyett bemegyünk inkább a boltba, és megnézzük, hogy mi a helyzet most Lengyelországban. A boltba belépve megkezdődött a folyamatos szorozgatás.
Kezdjük az élelmiszerekkel. Az itthon hatósági áras termékek például hasonló árkategóriában mozogtak, mint nálunk, egy kivétellel. Ez most kérlek szépen, ami 14,72. Aha. Ha. Ez fél kiló. Kb. 1200 akkor. Fél kiló, hát kicsit kb. Több, mint fél kiló, de akkor ilyen 1200. Az jó? Hát ilyen 2500 kilója ezek szerint. Durván. 26 kilója. Nézd. Igen. Ha már. 2250 forint kilója. Oké, nekünk is bele kellett egy kicsit jönni ebbe a 86 és feles szorzóba. Nektek segítségként a jobb felső sarokba kiírunk néhány árat a vágóképeken forintban is. Itt 1000 forint. Hát nagy az ár is. Ez a beigli, az itteni cukormázos beigli. Tényleg, ez a cukormázos beigli. De az Romániában jön, nem? Nem, nem, itt ilyen mázas. Itt ilyen? Aha. Van aki elkészített. Valaki megúszná étterem nélkül a helyi nevezetességeket, akkor van ilyen megoldás is. De ezt azt hiszem, hogy inkább érdemes kihagyni. Lengyelországban amúgy a karamella a megkóstolandó édesség. Na jó, van egy pár dolog, de a karamella is egy ilyen, úgyhogy hát mi most ezt itt fogjuk megvenni, mert amúgy a vásárban is kb. Ilyen csomagolásban kapni őket, és itt is lehet ilyen lédik. Csak kétszer annyiba. Hát nem kétszer, az legalább négyszer akkor annyi négyszer. Volt. Tehát, itt 1,79, amúgy ott szerintem ilyen 4-5 száz grammja, szóval, vagy van a 100 grammja 1,79. Úristen, az 460 forint 100 gramm karamella. Igen, nyomd be. Azaz. Bucira, gyerünk! Ez azt még markolyban jó alapot. Jól van, mert tehetjük. Figyelj, inkább veszek ezt nagyon hiányolom otthonról, hogy ne csak a metróba legyen ilyesmi. Most azon kívül, hogy egyébként iszonyatosan olcsó 400 gram oregánóért. De hogy ez a nagy adag, ez jó, lehet, hogy csak én öntök be mindenbe oregánót. Igen, az lehet, hogy te vagy. Szóval 720 forint, 2,8 liter 100%-os narancslé. Itt arról van szó, hogy ezek ilyen hármas pakok, ilyen lebukós, hogy melyik márka ez valójában nálunk, és hogy ilyen 100 forint literje. Szóval, hogy nem tudom, hogy otthon mennyi a top choy jelenleg, nem ennyi. És nem az egy literes ennyi, hanem hogy így a kicsi jog ennél drágább. Vessünk egy pillantást a drogériás termékekre. Vény nélkül kapható gyógyszereket, fejfájás és lázcsillapítókat, torokcukorkákat a legtöbb élelmiszerboltban is lehetett kapni, igaz csak a legkisebb kiszerelésben. Az áruk vagy nagyon hasonló a magyarhoz, vagy jóval olcsóbb. Olyan termékekből, mint a szappan, a tusfürdő vagy a sampon jóval elérhetőbbek a nagyobb kiszerelések, például az 1 vagy akár 5 literes verzió. Ezeknek persze a literenkénti ára jóval kedvezőbb. Az ismertebb márkák samponjai hasonló árkategóriában mozognak, mint itthon, viszont az akciók jóval nagyobb kedvezményt adtak ebből, mint amit mi megszokhattunk. A sminkek terén az eredeti ár sok esetben szintén hasonló a magyarhoz, vagy 10-20%-kal alá megy annak, de az aktuális kedvezmények miatt sok termék akár 30-40%-kal is olcsóbb volt, mint Magyarországon. A szájápolási termékek ára is szinte forintra megegyeznek a hazaival, de az akciók itt is sokat szépítettek. Térjünk kicsit át az utolsó témánkra, az elektronikai cuccokra.
Itt már jóval nagyobb különbségeket találtunk, mint a kozmetikumoknál, akár egyetlen termék vásárlásával is visszahozhattuk volna az útárát a különbséggel, persze ehhez nyilván egy magasabb kiadás is társult volna. Itt természetesen mindig örök kérdés a garancia, így érdemes még az alatt kipróbálni a dolgokat, amíg kint tartózkodunk, vagy csak olyan terméket vásárolni, amire globál garancia van. Ez 6000 forint, ha minden igaz, ez pedig 6900. És ott van egyébként ilyen 8900, szóval 9000-től indul, de inkább 9500 az átlagára, ahogy nézem, úgyhogy mivel sose elég belőle, szerintem ez most így jöhetne, mert már megállapítottuk, hogy ebből kéne egy. A lámpánkban, tehát a hordozható kis Hue lámpánkban a távirányító kimerült, tehát az elem kimerült benne, és most találtam végre elemet, mert amúgy bokláztam a városba, és sehol se lehetett kapni ezt a CR2032-es elemfajtát, és most találtam végre itt, és 4450 forint amúgy otthon. Jézusom, két elem. Igen. Itt pedig... Itt pedig 1400 forint. Szerintem hoz kettőt. Igen. Szóval az elem rohadt jó áron van. $24,000 24 a kontroller? Ez drága. 24 ezer töltőnál fontosabb. Aha, ez drágább vajon, mint otthon, vagy csak simán drágállod? Drágálni drágálom, ez tény, de most megnézem, hogy mennyi. Hát igen, 18 ezer indul otthon. Tehát akkor ez itt drágább. Ez itt drágább. Na, találtunk valamit, mert hogy egyébként nem mondom, hogy sokkal olcsóbb minden, sőt ebben a boltban az a tapasztalat, hogy ilyen 5-20% közt igen. Olcsóbbak a dolgok, de akkor valami drágább legalább. Igen. Ráadásul még a színes kerül 19 ezer, meg 20 ezer forintba, szóval igen, tényegesebben drágább. Jó, kontrollerje, nem ide kell jönni. Itt egyébként a boltokban kirakott outlet részleget tartottuk izgalmas kezdeményezésnek, ezek nem csak utolsó darabok, hanem használt termékek is lehettek. Ára látszólag teljesen céltalanul néztünk körül rengeteg műszaki boltban Krakkóban, valójában kerestünk valamit több boltban is hiába. A legdrágább dolog, amit egyébként venni szeretnénk, az egy 4 terabájtos HDD. És tavaly vettem egyet egyébként, akkor 35 ezer forintért, és az otthon az 42 lett volna. És itt most elvileg lehet kapni 40-ért, egy olyat, ami igazából ugyanaz, csak azóta felment az ára. Otthon ilyen 48-49 között van, inkább 49. És elvileg itt 40.000-40.500 forintért lehet kapni, úgyhogy most jártunk már 3-4 boltban, és hogyha minden igaz, akkor itt most lesz. Úgyhogy ha ez sikerül, akkor az elég jó deal volt, mert akkor végül is elég sok minden visszajön a úti költség árából, és még akkor utaztunk is, úgyhogy még próbáljuk meg, hogy itt mi lesz. Van egy kicsit okja. Jó, megvan. Amúgy csak mondom, hogy ez az utolsó darab. Természetesen kinéztünk a karácsonyi vására is, és talán senkit nem lep meg, de jóval magasabb árakat találtunk, mint város szerte. Azért a budapesti Vörösmarty tér árszintjét egyáltalán nem éri el, bizonyos termékeknél azért közelít hozzá, viszont pozitívum, hogy akár pár száz vagy ezer forint körül is meg lehet kóstolni egy-egy apróságot. Természetesen a hangulathoz nagyon sokat hozzátett, hogy mindezt havazásban tudtuk élvezni. Most így hazaérkezve nézzünk egy kis mérleget arról, hogy mennyivel olcsóban sikerült bevásárolni, és hogy mennyibe került maga az utazás is, tehát egy kicsit ilyen összeadva lássuk a számokat. Ami nagyon fontos, hogy ketté osztottuk az elköltött összegeket. Az egyik összeg az, hogy tech cuccokra megnyit költöttünk, ezt azért osztottuk el, illetve hát vontuk ki a teljes összegből, mert tudjuk, hogy ezt nem mindannyiatok teszi meg hát mi sem minden héten, szóval ez kevésbé egy ilyen egy nagy bevásárlásra vonatkozó dolog lehet. A másik pedig nyilván minden más, tehát az élelmiszerek, a kozmetikumok, így mindenféle, amit ugye szerintem sokan vásárolnátok ti is, hogyha kinn lennétek, illetve hát nyilván olyan dolgok, amiket itthon is vásárolunk. Tech cuccokra összesen 50.846 forintot költöttünk, ez ugye három dolog volt, a HDD, ami 4 terabájtos, az SD kártya és ugye az elemek.
és ezeket pontosan meg is találtuk itthon, márkára, méretre, mindenre pontosan, tehát össze tudtuk hasonlítani a legalacsonyabb árral, és így jött ki, hogy 17.500 forinttal volt olcsóbb ez a három dolog, illetve hát négy termék, mert két csomag elemről van szó, mint hogyha itthon vettük volna. Az élelmiszereknél már van egy ilyen izgalmasabb téma, egyrészt nagyobb is az összeg, leszögezném, hogy nem minden a miénk. Tehát, hogy de egyébként egy reális összegről van szó, hogyha az ember 3-4 hónapra vásárolna be, ez 100.210 forint. Itt mindenek előtt azt tudni kell, hogy úgy számoltuk le a különbözetet, hogy a kiadás oldalon, tehát ebben a 100.000-ben benne vannak olyan termékek is, amiknek egyáltalán nincs magyar megfelelője, tehát nem tudtuk összeütköztetni a magyar dolgokkal, úgyhogy ezek egyszerűen csak kiadásként jelentek meg, szóval emiatt a spórolás oldalon nem tudnak megjelenni, mert nem tudjuk, hogy mennyibe kerülnek Magyarországon. Viszont minden esetben a legolcsóbb dolgot néztük, és hogyha valaminek a márkája nem található meg itthon, de mondjuk ilyen alapanyag jellegű termékről van szó, például vettünk 3500 forintért egy kiló kesúdiót, nem kesúdiót töretet, hanem egész kesúdiót, ez ugye fontos, mert az egész kesúdió az itthon ilyen 6 és 7500 forint között mozog. De mivel tudjuk, hogy Magyarországon van egy darab webshop kb., ahol be lehet szerezni 4000 forintért, ezért ahhoz számoltuk. Tehát így néz ki a legalacsonyabb, hogy akár több ezer forinttal lehet több a különbség, hogyha nem járjátok végig Magyarország összes boltját és webshopját. De igyekeztünk minden terméket a legalacsonyabb áron a legkisebb különbséggel számolni. Mert hogy nem az volt a cél, hogy minél nagyobb összeg jöjjön ki, hanem hogy valami a lehető legreálisabb, és hát inkább a minimum felé tendáltak mindig a számítások. És ugye a 100.210 volt az összes költés ilyen termékekre, és 27.190 forint jött ki azokkal a termékekkel, ahol megtaláltuk a megfelelő különbséget. Illetve voltak olyan dolgok, ahol nem egyezett a kiszerelés, például a Strepsils torok cukorka esetében úgy tudtunk számítani, hogy kint kis kiszerelésben kaptuk csak meg, és itthon viszont csak nagy kiszerelésben találtuk meg az árát, tehát csak kisebb kiszerelés létezett. Itt a szemenkénti árat vettük alapul, tehát hogy például ott kint 50 forint volt egy szem, itthon 111 forint volt a nagy kiszerelésben egy szem, ami így iszonyatosan nagy különbség, pláne úgy, hogy még itthon veszed a nagyobb kiszerelést, és még úgy drágább a szemenkénti ára. Voltak ilyen nagyon-nagyon eltérő és hatalmas különbségek is, és voltak egészen kicsik és hasonlóak, illetve vettünk egy kiló cukrot, ami természetesen drágább, mint a magyar hatósági ár, így az például mínuszként jelenik meg a számításban. Olyan termékek voltak ilyen nagyon látványosan olcsóbbak, mint például a vaníliarúd, amit ilyen 860 forintért lehetett kapni, ugye itthon ilyen 1800 körül van, nagyon leértékelve, esetleg ilyen 1500 körül meg lehet kapni. Volt ilyen 70%-os keserű csoki, aminek itthon ilyen 600 forint körül van táblája, és minimum, és kint 290 forint volt. Tényleg egyébként az ilyen magvak nagyon olcsóak voltak, tehát a kesúdiót már említettem, és a földi mogyoróval is ez volt a helyzet, illetve száraz tészta esetén is volt ugye 2 kilós zsák, ami 900 forint volt, hoztunk kiló vajat. Ilyen 200 grammonként 500 forinttal volt olcsóbb, összesen 2500-dal olcsóbb, mint az adott márkának az adott méretű vaja itthon, tehát azt is pontosan össze tudtuk hasonlítani. Szóval mondanám, hogy a szilárd tejtermékekben hatalmas a különbség, de nem, mert a sajt az ugyanannyi volt, vagy kicsit drágább is, mint itthon. Tehát ez ne téveszteni meg senkit, nem minden olcsóbb kint, hanem mi az olcsóbb dolgokat vettük természetesen, hiszen ugyanannyiért itthon is meg tudnánk venni, tehát hogy ezt nem érdemes utaztatni külföldről. Illetve kozmetikumok terén még nyilván Lengyelország egyébként mindig is valamivel olcsóbb volt, illetve a drogériás cuccokról úgy általában el lehet mondani, hogy nagyon nagy áréssel értékesítik őket, itthon is. Itt például egy púdert találtam, ami 900 forint különbséggel volt, tehát az a konkrét púder, amit rendszeresen veszek, az 900 forint különbséggel volt, úgyhogy abból is vettem. Vettünk mézet, sok mézet. Tehát két darab 850 grammost és egy 1,25 kilós mézet, és az 1,25 kilós vegyes virágméz egyébként ilyen 2000 forint körül volt, váltástól függően, és ilyen 1250-1300 volt a 850 grammos méz, ami, hát így értjük, tehát hogy az így itthon azért eléggé, még a vegyes virágméz is sokkal drágábban lehet hozzájutni, csak ugye nyilván itt is az volt, hogy a legnagyobb kiszerelést, amit találtunk, leszámoltuk gramra vagy millire, és ahhoz viszonyítottuk a kinti árat, mert itthon inkább 950 grammos mézet lehet kapni, amit sem a 850-nel, sem az 1,25-tel nem tudtuk jól összehasonlítani. Na és akkor remélem, hogy ebből így egyértelmű, hogy nyilván van egy ilyen, hogy aznap mennyibe került éppen egy zlotyi, és hogy azt most milyen árfolyamon váltották, illetve amikor fizettek külföldön, akkor ugye ti választjátok ki, hogy ezt forintba szeretnétek fizetni, vagy zlotyiba, mármint természetesen mindenki
mindenképp zlotyit fogsz kapni az adott kereskedő, de kiválasztatod, hogy most akkor a bolt váltja át, vagy a bankod váltja át ezt az adott összeget, és ettől is függ, hogy mi lesz a pontos összeg a végén, tehát hogy ebben van egy ilyen viszonylagos ingadozás, szóval nyilván a 100 forintos pontosságnál maradjunk ezeknél, tehát hogy igyekeztünk pontosak lenni, de azért ebbe belebukhat az ember egy pár 10 forint különbséget, de azt gondolom, hogy ilyen összegeknél azért ez nem egy nagyságrendi különbség. Akkor most jöhet egy másik lényeges dolog, hogy ez mennyibe is került nekünk, hogy ott voltunk, és hogy megszálltunk egyébként egy éjszakára. Első, ami ugye itt költségként megjelenik, az a benzin. Ez odafele ugye 11.520 forint volt, azért, mert hát még hatósági áras benzin volt a kocsiban, tehát hogy ezzel számoltunk. Visszafelé viszont nyilván mindenképpen tankolni kellett. Ez visszafelé 14.250 forintba került, ugye lengyel áron, mert Lengyelországban egyébként olcsóbb az üzemanyag, mint Magyarországon, az ott létünkkör 570 forintba került, ami 110 forinttal volt olcsóbb, mint az itteni árak. Szóval, ami még itt egy kis plusz, hogy mi ugye megtöltöttünk egy kannát, elsősorban nem is feltétlen azért, hogy hazahozzunk olcsó benzint, hanem inkább csak az, hogy odafele is volt ilyen, hogy hát nem találtunk nyitott kutat 100 kilométeren át, tehát hogy azért az egy probléma lehet, jobb, hogyha van az embernél ilyenkor benzin. Főleg, hogyha éjszaka közlekedik, tehát akkor nagyon hosszan vannak ilyen csak zárt utak. És így keletkezett egyébként plusz benzin, tehát hogy több benzin maradt a kocsiban, illetve a kannában együtt, mint amivel elindultunk, egyébként egészen pontosan 6 literrel, ami akkor egy 660 forint plusz még itt jelent, ami hát nem volt hozzáadva minden máshoz, de ezt még hozzáadhatjuk. Pályamatricát nem kellett vásárolni, mert egyébként ilyen 10 percet lehetett volna vele nyerni az úton, úgyhogy úgy éreztük, hogy ezt talán megúsznánk, sem a szlovák, sem a lengyel, sem a magyar pályákon nem fizettünk, hanem inkább elkerültük ezeket az útszakaszokat, és akkor így összesen 25.770 forint volt az üzemanyag, és 15.000 volt a szállás. Egyébként, amit láthattok a videóban, ez a konyhás szállás volt a legolcsóbb opció, ami nem egy 16 ágyos hostel szoba. Tehát, hogy azt azért technikával nem vállaltuk be, de egyébként, hogyha valakinek esetleg ez oké, akkor még inkább le lehet tolni ezt. Összesen egyébként akkor úgy néz ki a végső számítás, hogy 151.056 forint volt költve mindenre együtt, a sajátjaink, a másoknak hozott, illetve az olyan termékek, amiknek nem tudjuk megnézni a különbözetét, tehát ez az összes költés mindenre, és az összes, amit ki tudtunk ebből számolni, mert megtaláltuk a helyettesítő terméket, az 44.690 forint volt. Tehát ennyivel volt tulajdonképpen olcsóbb ez az egész, és ugye, mint mondtam, 25.770 volt ugye a benzinköltség, és ugye 15.000 volt az egy éjszakai szállás, ami összesen 40.770 forint. Ezt felírhattam volna előre, és akkor nem kamerált számolom ki. Akkor azt kell mondjam, hogy picit pluszban is vagyunk, és még utaztunk is, voltunk karácsonyi vásáron, szóval tulajdonképpen egy megérős útnak lehet mondani. Ha valaki ezt életvitelszerűen tudja tolni, akkor 3 havonta akár meg is érheti egy ilyen bevásárlás, bár ugye nem tudjuk, hogy pár hónap múlva milyenek lesznek az árviszonyok és a valutaviszonyok, úgyhogy ez mindig ilyen mozgó dolog, úgyhogy ez természetesen a mostra igaz. Egyébként úgy mentünk ki, hogy volt egy pontos bevásárlói listánk, ami ugye azért fontos, hogy ne baromságokat vásároljunk össze, nyilván úgy is fog mindenki, tehát természetesen mi is vettünk helyi édességeket, amiket ugye megjelentek a költség oldalon, de egyébként úgy nézett ki a listánk, hogy ilyen 3-4 tétel maradt a listánkon, de a legtöbbről kiderült, hogy egyáltalán nem árulják Lengyelországban, csak reménykedtünk, hogy lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból tök sikeres volt, de tény is való, hogy rengeteget kellett különböző boltokba járkálni azért, hogy mindent megtaláljunk, és mindenből legyen még egy utolsó darab legalább. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván az idő nagy része az ráfordult erre a bevásárlásra, de természetesen jártunk a karácsonyi vásáron is, jártunk azért több helyen, de ti főleg a vásárlást láthattátok. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a videót, és hogyha van nektek a közelmúltból bármilyen más országgal tapasztalatotok, hogy mi a helyzet ezen a téren, hogy olcsóbb vagy drágább bevásárolni, illetve hogy milyen termékek ára szállt el, vagy milyen termékek ára maradt lent, akkor azt írjátok le kommentben, mert azt gondolom, hogy hasonlóképpen érdekes lehet a többieknek. Úgyhogy ha van bármi tapasztalatok, akkor osszátok meg velünk. Viszont én most elköszönök, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Na, amúgy senkinél nem látta másod, tehát mindenki csak 20 percig itt próbált kiállni, széttégette a motort. Azt láttam, hogy az Oceanbe vesz magának. Mindenki lesz állja. Nem problémáznak ezen. Csak mi problémázunk ezzel, hogy kiássuk az autót. Kész vagy? Az egyik, igen. Egyik. Igen. Na, itt kiesni.